csak a négyes. Híres alkotása, Kolozsvári Mátyás szobor, kiről van szó? Hadosz János. Jó, nagyon jó. Nemzeti dal szerzője? Remek. Földrajztudós, Balatonkutatás? Lóci Lajos. Jó. Kérem a kérdetet. Hadosz János. Jó. Majd akkor megoldjuk közösen. 48-as tábornok, Aradi Vértanú. Jó. Zeneszerző, Tiszta Forrás, a Népzene, Bartó. Tudós, feltaláló, ő alkotta a sakkozógépet. Igen. Költő, Balatonfüredi Színház is az ő nevéhez fűződik. Jó. Pozsony látnivalói, az óváros kapuja, milyen kapu? Nem. Végvári vonalnak az egyik fontos pontja. Ugye tudjuk azt, hogy ez az egész rész, ahol vagyunk, a nyugati vonala volt a történelmi Magyarországnak. Tudjuk, hogy abban az időben hol a tatár ellen, hol a török ellen kellett védekezni, amikor IV. Béla ugye majdnem elveszíti az országot, az újjáépítésnél elrendeli a fővárat építését. Ezt mindenki tudja. És ebben az időben kezdődnek el a végvári vonal, kezdődik el a végvári vonal, ahol most vagyunk, ez a Vörös Fővárosban.